Megalakult a paralimpiai bajnokok klubja, a klub legfontosabb célja, a bajnokok előtti tisztelgés és a közös emlékek felidézése. Ez útmutatás az ifjú bajnokoknak és a parasport népszerűsítése természetesen. Vendégünk a kétszeres, illetve paralimpiai ezüst és bronzérmes úszó Engelhardt Katalin. Szia! Szia. És Szabó László elnök, a Magyar Paralimpiai Bizottság vezetője. Ugye te egy paralimpiai bajnok vagy klasszikusan. Már bocsánat, Laci, kicsit háttérbe szóljuk. Abszolút. Számunkra elsődlegesség az a sportérték plusz az emberi belső hozzáadott érték, amit képesek vagytok és meg tudtok ti csinálni. Minden elismerésem és gratulációim. Amikor te elkezdted az úszást, mi volt az elsődleges motiváció az életedben, aztán majd rátérünk magára a klubra is. Hogy tudtad? Magát az úszás gyerekkoromban kezdtem, tehát amikor elkezdtem, akkor az volt, hogy a víz szeretete motivált engem arra, hogy sportoljak, és utána nyilván, amikor jöttek az eredmények, meg így támogattak abban, hogy minél több versenyen részt vehessek, így akkor nyílt ki így nekem a világ, hogy tényleg akkor én ezt szeretném, és a legnagyobb célt is elérni, ami nyilván a paralimpiai bajnoki cím. De nagyon sokan indultunk, és nagyon sokaknak nem sikerült, és nagyon sokan maradtak le, tehát mindenképpen fontos az, hogy szerintem megmutassuk a következő generációnak is, hogy igenis érdemes, és el kell kezdeni. És ez egy nagyon szép út, nagyon sok mindent tud adni az embernek, és nagyon érdemes ezen elindulni. Hol fognak tudni segíteni még a fiatal bajnokoknak a régi példaképek, ha nevezhető réginek egyáltalán? Igen, hát van közöttük régebbi, van közöttük újabb, 22 paralimpiai bajnokunk van egyébként, 22 sportoló az, aki elért az út végére, vagy az 40 év alatt, hogyha jól. Igen, sajnos pontosabban kell fogalmaznunk, 25-en vannak, de hárman közülük már nem élnek, tehát 22 élő paralimpiai bajnokunk van, és azért jött létre a Paralimpiai Bajnokok Klubja, mert egy csomó olyan tudás van az ő birtokukban, hiszen számtalan világversenyen jártak, tudják ennek a hangulatát, tudják, hogy hogyan kell erre felkészülni, tudják a buktatókat, és azt szeretnénk, hogyha időről időre elmondanák nekünk ezeket a tapasztalataikat, hogy azokat mi, vagy akár ők továbbadhassák a fiatal bajnokoknak, egyfajta staféta átadás ez. Ha jó körbenézel a te szakágadban, vannak olyan fiatalok, akiket már láttál vízben, és tudod, hogy érdemes lenne picit lendíteni rajtuk, hogy kezdjék el, mert hogy ez nem csak lelki, meg fizikai erő is. Hát én igazából nagyon, tehát mindenkiből látom. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván ahhoz, hogy ez összeálljon, és az ember ezt a végén meg is kapja, és ott el is érje, ez nagyon sok összetevős. De azt hiszem, hogy kellő alázattal, és azzal, hogy megadják a lehetőséget, hogy tényleg elkezdik az edzéseket, és kitartóan csinálják, akkor mindenki előtt nyitva áll az út. Tehát én nem szeretem azt gondolni, hogy valaki előrébb lehet, valaki hátrébb, tehát így a pályafutásom során nagyon sok olyat láttam, akiről esetleg én nem feltétlenül gondoltam volna mégis odaér. Annyiféle útot bejártunk, annyiféle útból indultunk, és hogyha az ember egy picit ezt így beskatujázna, akkor azt mondaná, hogy nem, de igenis mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, és csinálni kell, és minél többet edzeni. Ugye Kati nem csak azoknak lehet példakép, akiket már felfedeztetek, hanem akár mondjuk, hogy megfoghat egy húsvérember ott áll előttük és bajnok, akár egy utánpótlásnak is lehet, hogy mondjuk az ő kedvéért kezd el sportolni valaki? Mert ugye szerintem rengeteg dolgot csinálunk úgy az életben, hogy látunk példát, nem feltétlenül a sportról beszélek, hanem bár a hobbinkban, a művészetünkben, de akár még a családunkban is, a kultúrában, hogy van valaki, ami csinál valamit, mutat valamit, és az megfog bennünket. És a paralimpiai bajnokok arra példák, hogy igenis végig lehet menni az úton, ahogy a Kata mondta, ez egy nagyon kemény út, rengeteg melóval, rengeteg küzdéssel, rengeteg szenvedéssel, egy jó nagy adag szerencse is kell hozzá, de az úton el lehet indulni, hiszen itt vannak a példák, hogy az út végén ott van a siker, ott van a bajnoki cím. És még valami kell hozzá, mint a háborúhoz, pénz, pénz és pénz. Feltételezem, a klub azért ebbe az irányba is igyekszik szponzorokat gyűjteni, támogatni, csatornázni. Téged ismerve, igen. Hiszen meg tudjuk mutatni a potenciális támogatóinknak, hogy érdemes támogatni, hiszen a végén itt lesznek a bajnokok, akik példát mutatnak. És ez a 22 bajnok úszásban, asztali teniszben, atlétikában és vívásban azt tudja megmutatni, hogy érdemes emellé az ügy mellé, a fogyatékos sport mellé állni, hiszen ilyen nagyszerű emberek azok, akik képviselik azt. Hogy hol és mikor találkozhat?
kapcsolatnak veletek, az pedig gondolom honlapon megtalálható, és bárki el tudja így érni. Van, így van. Hajrá, sok sikert! Sziasztok! Köszönjük, hogy megkívtatok minket. Köszönjük.